Sziasztok emberek, és Ida vagyok, és itt van velem a meglepetésszerű kisöcsém. Nem tudom, hogy mennyi hallatszódik belőled, biztos fog hallatszódni belőled is valami. És most felhívta a figyelmemet egyes dolgokra, méghozzá arra, hogy pár lépésre vagyok az enchanting asztaltól. Úgyhogy szerintem az lenne az első, hogy most megcsináljuk az enchant asztalt. Méghozzá erre tökéletes hely lesz ez az atombunker, nem? Igen, tökéletes, de tett körbe könyvekkel, mert sokkal jobban csantok. Azért csinálok ide egy nagyobb helyet, de még egyelőre még könyveket se tudtam csinálni. Papírom, igen, az van, de a tehenek még nincs elég belőlük. Az a legnagyobb probléma. Szóval a búzát kell szaporítani, vagy a tehenet? A tehenet. Ezt kiütjük. Így. És az előző részekben jól lelettem cseszve, hogy a Glowstone-t miért csákánnyal ütöttem ki. Azért, mert én ennyire pazarló lelkületű gyerek vagyok. Na, és szerintem az úgy faszán nézne ki, hogyha ezt egyen lejjebb tennénk, akkor itt lenne egy ilyen lépcsőzetes lejáró itten. Igen. És akkor így még gizdában nézne ki maga a dolog szerintem. Továbbá még így a rész elején elmondom, hogy most majd 10. hó 10... Mindjárt megnézem a naptárba. Na, hogy így most a 10. hó 16-án lesz egy dedikálás a Pólus Centerben, Pólus Centerben, Budapesten, és most nem olyanokat várok kommentbe, hogy itt is lesz, meg ott is lesz, amott is lesz, hogyha valahol lesz, arra erőre fogok szólni. És ha megkérdezik, hogy én is ott leszek, akkor mit fogsz nekik mondani? Mit? Ki? A kisöcsém? Hogy én ott leszek. Miért te ott leszel? Nem tudom. Na hát akkor meg minek kérdeznék meg? Hát én biztos nem viszlek el. Ekkora hely már elég lesz, nem? Ugyanakkora? Kettő, jó. Dávid, nem is kell ekkora hely. Nekem kellett ekkora hely, na, ne szóljál bőle. Ezt pont tök jól kicseréltem volna. És úgy akarom, hogy így jöjjön. És akkor így körbe lesz majd itt rakva. Szexi, meg persze ki lesznek cserélve a dolgok itt. Csak még ugye az még messzebb van. És ahogy nézem, ja, hát persze, hogy te... Mi ez a skeleton party itt, kérem szép? Micsoda? Mi van? Örülj, de hogy nincs? Akkor hogyha ráülne, akkor mi lenne? Na mi van? Föl tud mászni a falon, és sokkal erősebbet lő. Nem akkor mi van, hanem most akkor mi van? Mi? Lődöző köcsökfejű. Ekkora menőnek érzitek magatokat? Próbálj meg elővetni a creeper. Igen, azt akarom, hogy egymás lőjék meg, és akkor lesz itt nagy izé. De a creeper... Hoppá! Oda néz, elkezdődött! Na, melyikre voksolsz? Melyik nyerjen? Gyerünk, te nyersz, vagy te nyersz, te kettőt kapsz, úgyhogy te fogsz nyerni, öcsém. Hoppá, hogy megmondtam? Igen. Ez azért elég vagány volt. Ott a creeper az ajtó mellett, csak szólok. Itt? Most már nincs. A creeper lövesd le velük. De... Jó van, na. Lesz lelő. Ezt még megölöm. A skeletonokat azért jó megölni amúgy. Saját harcában, izé. Jaj, elfelejtettem nyomni a izét. Nem, ne nézzél. Elfelejtettem nyomni a pajzsot. Na, gyere, a kis mocskosok, nézd meg. Figyeld, az is, hogy néz ott. Na mi van, mi? Na mi van? Figyelj, hogy megkergőz. Hát ez most egy ilyen skeleton party lesz itt az elején. Ja, gyönyörű lesz a padló. Igazából meg akarom várni, mennyire, hol van itt a... Úgy csak fel ne robbanjon egy krepper. Hol van a nap? Mindjárt feljön? Jaj, órám. Az még nincs, basszus, az pedig mekkora jó lenne. Ott van egy boszorkány? Ja nem, ez egy ilyen izé. Te csinálsz foliórát is valójában. Azt tudom. Hoppá! Elkapta a kis szemét ott. Figyeld, hogy meggyilkolja a zombi. Ott jön a másik. Na, azt is meglövik? Dávid, ha megütsz, éjséget Hoppá! Kapsz. És akkor mi van, hogyha éjséget kapok? Van egy csomó pitám. Pitám. Amit nélkül nem is tudtad, hogy kell kraftolni. De, tudtam amúgy. A végére már úgy megtanultam, így kraftoltam. Nem. Már tudom, hogy kell kraftolni. Mennyi csontom van? Egy darab csontot adott ennyi szkeleton? Hát hülyét kapok mindjárt. Na, gyere ide, adjál csontot, légy szíves. Adjál már csontot! Ne arcoskodjál itt! Még nyilat is adott? Dávid, jön egy creeper. Jó van, na hát, ő dolga. Jaj. Mi van te? Na mi van te? Na végre, hogy megpusztult. Most komolyan nem tudom fölvenni. Hát akkor ez nem kell. Fia, hogy jön? Adjál kaját! Tessék, itt van pókuraság. Ott a pite! Ott a pite! Ott a pite, egyed azt! Áh, beszorított Ádám! Fél kutya, kutya, meggyilkolja! Oké, nagyon ügyes voltál. Ügyes vissza. Hogy is hívják? Narancs, igen.
Ügyes voltál, narancs, tessék, kapsz egy kis pókszemet. Azt te tudod csak megenni. Jó, de én meg nekiadtam, és akkor mi van? Jó van, na és honnan adjak én most? Nincs is hús nálam most. És komolyan, milyen már megmentett azt rohadt húst adjak meg? Nézd meg szegényt, adj egy kis rohadt húst. És akkor megbetegszik? Nem. Hát ez fusz. Nem. Két szívvel több élete lesz kb. Szerencsétlen jószág, de most komolyan sajnálom. Hát nézd meg a érted? Polgát, az megmutatja mennyi életed van. Ez dogja, azt... hogy is elmondtam. Látod? Fölállam. Nem mondod. Előbb adtam neki, és már följebb is ment. Igen, boldogság és öröm, és a kutyád. Na végre, most meg fogtok dögleni. Minek? Hát itt marad, ő lesz itt a őrzőm, a narancs. Narancs idebe. A fehérnek meg vagy tojás, vagy kókusz lett a neve. Kókusz? Legyen kókusz? Hát mivel nem tojás, mert a tojás nem fehér. A kókusz, hát ilyen sárgásabb. Igen, az meg fehér. Ilyen szürkés, sárgás. Nem is tudom milyen szín ez. A kókusz? Igen, az gyümölcsbarna. Gyümölcs vagy? Ez gyümölcs. Na milyen szép textúrája van az égésnek amúgy? Eddig nem is láttam. Pedig te elég sokszor égtél videóban. De akkor belülről láttam. Na mi van te éghetetlen mocskadék? Mondtam, hogy... Arra a téledbe, hát ez eddig nem robbant így föl. Jövő. Baszd meg! Úristen! Hát mindjárt hülyét kapok. Na még valaki? Van. Istenem, ott van még egy, de jó, ezt most megölöm. Szevasztál, kaktusz arcú. És a narancs az miért követ engem amúgy? Mert megtámadott téged, ez ott van pöcök. Jó, hát ő ember. Megtámadott egy szörny, és ő, ha látja, gyere, akkor légy szíves. Jó, van, na jó, teszi ez a dolga, neki kutyából van. És azt hittem rámegy a izére. Azt hittem rámegy. Ez a pók is most tök békésen eldegél. Megy az atombunkerbe. Micsoda? Póknak reggel nem támogatok. Nem mondod. Ádám, te mostanában. Baszd meg! Ne! Baszki! Mi ez? Mi van itt? Ti! Menj innen, légy szíves kutya, jó van. De most mi? Most ezek itt fognak bányászkodni? Most komolyan? Most ezt visszatemetem akkor. De így vágd meg be egy képet, hogy egy creeper bánya, és a creeperek egy ilyen ásóval. Nem, a creeperek azok dolgoznak. Azért. Hát de komolyan mondom, hát basszus, hát már hányadik robban itt föl, és ráadásul egy szerencsétlen kutyámat meg de rá is temettem. Mert úgyis leesik. Most nekem tök mindegy, én lent szeretem rakni. De úgyis nem lesz, hogy... De akkor meg kell várni, még leesik. De igen, érdekeljen. Fontos dolog. Ott van egy kis experience. És akkor nevetünk? Növesztünk egy kis, minek hívják ott? Gabonát. És akkor Csirek, még tojás. Már csak kamikáze volt? Kamikáze nyuszi. Már csak volt. De az nem volt kamikáze nyuszi. Jó van, na, mert belevetette magát a halálba. Na, hol van ez a pöc? Pöc fejű. Ezeket még itt visszarakom. David, menj az a pakolj, légy, gyere vissza. Utálom, mikor nincsen izé elég helyem. Na, gyere, paci. De lement a kajám, szevasz. Normálom, hogy itt van. Milyen cuki feje van? Na, hát persze, mert narancs. Na. Teleportálj utánam, kösz. Pá, pusz, csöcső. Na, és akkor most szépen visszamegyünk. Ja nem, azt hittem, hogy itt lyuk van, ja. De azt hittem, hogy tudod, olyan leesős homok. Igen. Sima homok, de nem, tévedtem. Pedig azokat mindig ilyen fét is tudod így lenyomkodni. Na, ezt építettem, nézd. Ez volt az előző részben a nagy... Mizé, cucc, amit építettem. Az a fiat mit csinál? Van egy sokkal jobb ötletem. Na. Fogd meg, és rak körül trapdoorokkal. Mit? És akkor úgy néz ki, mint egy valódlámpa. Azt a... Tudod? Azt értem én, csak nincs hozzá kedvem. What a fasz? Beállt. Nem mehetsz be. De az hogy jött ki? Nem mehetsz be. David, ki mondta, hogy ki jött? Nem volt benn? De, benn volt! Be! Rohadtul benn volt! Ne! Rohadt életbe! Aj, várjál! Jó, ez nem is érdekes. Építek ide egy blokkot, igen. Na. Így, és akkor szépen bejön. Mi, hogy lebe? Hát ez hihetetlen. Most egy csirkével kevesebben vagyunk. David, van egy olyan taktika, amivel nem tudnak kijönni az állatok, de te be tudsz menni. Na. Oda raksz egy blokkot. Oda a sarokra. Hát akkor te megdöglesz. Köszönöm szépen, viszlát. Na, majd megcsinálom azt a taktikát. Most egyelőre gabonaságos növesztés van nagyban, mert hogy éhesség van a teheneknél, ugye, és a teheneknek ennie kell. Most megnöveztem, na a gabonát, annyi a lényeg. Igazából ebből a mondani valóból.
tudj. Úgy imádom, amikor így leesek. Láttam az egyik mapon egy tök jó házikót, amit megépítettek. Úgy tudtam, hogy kiütöm. Tudtam. Jó, dögöljön meg az egy gabona. Az nem gabona. Vagy nem gabona, hanem tök. Igen. De attól még dögöljön meg. Nem fogok automata tökformokat csinálni. Mert én semmiben nem csinálok automatát. Így is épp elég termel ki a gépezet nekem. Mi bajod van vele? Eltört a sisakot. Úristen, tényleg? Na, akkor most szépen... Szabadon. Mi az, hogy szabadon van a fejhallgatom? Igen, hagyd legyen szabadon. Így él ő. Lepakolok először is a sok-sok kublit, meg ezeket a szarságokat, amiket cuccoltam, összeszedtem. Ezt is lerakom, hopp, de kubliból beteszek forrasztani még párat, ezt persze kiveszem. Forrasztani, olvasztani. Nekem egyre megy. Nekem én meg olvasztom, és akkor nem érdekel. Oké, ezeket is leteszem. A csirkét is berakom. Csirek. Na ugye, mindig legyen szén. Van és most hol van szén? Igen, amíg elraktam az előző részekbe. Szén. Így. Dávid, lesz vendégszereplős? Nem, mert ez egyedüli játék. Nekem egyetlen vendégszereplő az te vagy most. Ho-ho. Majdnem rossz fát tettem a tűzre. Mert szóval hogy ezzel párosítgatni kell itt a dolgokat. De na, nem, hát teheneket is. És megint ki vannak kapcsolva, ez miért mindig most esik le? Na, oké. Úristen, mennyi tehenem van már. De nem, neki... Van ödön? Igen. Már pár rész óta van, és mondták, hogy mi van ödönne, és akkor mondtam, hogy hát már van. Régóta. Na, ki nem kapott még? Aki nem megy a kajára, az nem kapott sokat. De van olyan is, aki kapott, de az is jön a kajára. Hát most már mindegyik. Na, várjál. Oké. Találjátok meg egymást, ti is, és el is fogyott. Ennyi volt. Na, jöhetnek a csirkék, figyelj. Jaj, de jó, makockák! Pedro. De az nem ezt mondja. Az azt mondja, hogy de igen. Hoppá. Most egy csirkét nem tudok összepárosítani? Nem már. Csak van még egy csirke, nem? Akkor nem is lesz. Pukkoljon meg már az egy darab csirke. Mit nézel fél? Én is akarok! Na jó, akkor nyírjunk tehenet. Nincsen. Oké. Ez az első tehén, amit így kinyírt. Fél, nekem jött a tehén. Hát hülyét kapok. Körbehúz, Dávid, úgyhogy arra figyeljél. Értem én. Hát de, jó, de most hogyan írtsam úgy a teheneket, hogy csak... Mondjuk meg Oké, ennyi elég is lesz szerintem most. Hát, körbe a könyv... Miért? A könyvhez kezd az izével kell kraftolni. Itt a cukornar, de van papír, mit mutat? Tudom, hogy abból kell papír, csak azt néztem, hogy lekraftoltam-e már papírt, mert úgy emlékszem, hogy le. Ezek szerint nem. Fordítva. Régen még így kellett, na! Minden változik. Dehogy nem. Régen így kellett. Meg úgy kellett könyvek kraftolni, hogy ide basztad, meg ide, és akkor kész volt, de most már nem. Most nem úgy kell, hogy így, és akkor így. Ja, ennyi. Úgy, ennyi jött ki belőle. 6 darab könyv, így. Könyves polcot akarsz? Így. Nem enchanting table-t? Egyelőre enchanting table-t akarok. Jó, és akkor kell Opsi hozzá. Opsi, akkor megyünk Opsi vadászatra, de még előtte kell pár tököt szereznem. Mert hogy fogytán van a tököm! Oké. Csak picit volt félreértető. Miért nem hozzad? Mert nem láttam, hogy mellette van, de észrevettem pont. De hogy tudod megnézni valamely itemnek a durability-ét, hogy meddig jó még? Ide van írva. Azt pont nem az, de csak hogy tud. Mi? Hát itt csak, van. Hogy hát, hogy meddig jó még? Nem, az azt jelenti, hogy egyik kézben mennyit sebez, és a másik kézben mennyit sebez. Az csak az van odaírva. Az nincs odaírva, hogy mennyi van még belőle. Csak ott. Mi? Nézd meg! Hát az ez... Az, hogyha... De itt a csík alatta, te fej! Igen, de számok nincsenek. Milyen számok? Hát, hogy számmal oda van írva, hogy még mennyit tudsz vele ütni. És annak mi értelme van? Tudom, mikor fog eltörni, ott van az izé csík. De! Ott a csík, hogy mikor fog eltörni, látod? De csak ki van írva, mert például van... De az valami izével lehet megnézni amúgy. Nem? Az valami moddal? Hát a videósok Survivorban miért nem ebben módot azért, hogy megnézzék?
Engem nem érdekel, hogy mennyire jó, ott van, hogy mennyi ideig jó, kész, susz, az nem érdekel, nem érdekel többé. Javítsd meg a pajzsot. Lefekszünk aludni előtte. Tente, Dávid, tente. Az úgy. Már a medve. Medve? Miért aludna a medve? Ha megjavítani, nem? Azt fával kell megjavítani a izét? Megjavítod, azt hiszem azzal is, de... Nem, fakra nem. Fa. Legyen csutkán, aztán kész. Tessék. Gyémántot nem lehet? Hát nem, az gyémántot lehet. Itt van. Nézd meg, hogy hány gyémánt kell a fullos javításához. Mindjárt megnézem, mert hogyha több mint három, akkor felesleges lenne. Kettő. Három. Három. És ez még nem fullos. Miért? Akkor mi ez, hogyha nem full? Nem, hagyom a francba. Vagy kell egy ráncsent, ami az XP-t kapsz, akkor arra kapod. Ezt akartam eltenni. Jó. És megjavítódik magától a csehát. Na, akkor menjünk az obszidiánokhoz. Az obszidiánok földjére! Az a csirke még mindig benne van amúgy. Lol. Az azóta ott van. Biztos, hogy Pedro. Nem, Pedro nincs itt. Pedro a izénél van. Varusznál van. De Varusz most alig rakva a videót. Mert Varusz iskolába jár. Nem úgy, mint te? Nem úgy. No, hol volt az a láva folyam? Erre volt, nem? Nem tudom, hát én nem de voltam. Erre volt. Hú, de kicsit bélyakadt. Töltik a pályát. Hopp, oké. Okay. Remélem, hogy a ló nem fog belemenni, és akkor kell hozzá 1, 2, 3, 4 darab. 4 darab? 4 darab. 4 darab? 4 darab. 4 darab. 4 darab. Oké, 4 darab kell hozzá, és így rám folyt volna egy találva. De cinkes lett volna. És megtöltöttél volna. Ez alatt lehet, hogy láva van, vagy nincs? Nincs, nincs. Biztos nincs, biztos nincs se. Persze, és így feltörne a láva. Vicces lenne. Na, ez most el fog tartani egy darabig. Eddig 2 már megvan. Biztos? Biztos, hogy megvan már 2. Az a hullónak. Innen látom. Hol? Hol? Ott a képernyő felső sarkában látni. Ott. Itt. Oh! Nem, még ott is van. Új, ezt nem csákánnyal kéne amúgy ütni. Mindegy. 4. Oké, meg vagyunk. Mehetünk. Puty! Majdnem bele... Ez hogy került ide a denevér? Ez hogy került ide ki? Szerintem egyszer világosat kapott, nem látta, aztán kirepült. Ott a házadat a nagy dzsungúj közepén? Igen, azt a sok fát oda növesztettem amúgy. Akkor miért kérdezed meg? Azt kérdeztem, hogy ott van-e a házad. De ott látszik ott a teteje. Teteje. Kitty, nem, de nem sokára fog, mert már megtalálta, hogy mit énekeljen. Hála a jó Istennek, nem ennyire maradjál itt, hogy kicsaptam oda. Hello! Megjöttem. Először is craftolok pumpkin-tot. Itt a cukor, só és minden jó. Ezekből az összetevőkből megpróbálták megalkotni a tökéletes Ádámokat. Dehogy nem. Mi kell hozzá? Kell hozzá gyémánt. Gyémánt abból, jó, viszem mindet. Ezt tudom, ez biztos, hogy így kell rakni. Igen. Egy darab könyv ide. És két oldalra gyémánt. Itt van. Ez az. Finom szaftos ez itt. Na, ezeket itt szépen visszapakoljuk. Dávid. És akkor mi van? Ennek mit rögni? Fogni és felrobbantani egy creeper is eltűnne. Szuper lenne, tényleg. Boldogsági szerem! És kész az első bookshelf. Bookshelf. Oké. És akkor ezt most még vissza rakom. És akkor menjünk. A rózsaszínnek mi lett a neve? Hú, gyere. Nem, az volt az nem ez a tojás, ez a házas. Nem, kókusz. Én tojásnak hívom. Tojás kókusz. Én neked nincsen. Kókusz tojás. Vagy már rátadtad a izére. A pacakra. Némteg. Mit? Némtegem még nem volt, pedig azt hittem, hogy volt, de közben elfelejtettem, hogy nem volt még némtegem, tudtam már. Hát mindegy. Van egy kis amúgy szén. Amúgy, Dávid, hogy olyat akarjál látszatot tenni, hogy ez ilyen bázis, akkor oda ilyen tömörfát kéne raknod, ilyen miért? Boltívekre, mert az megvan néz. Mert az vagányul néz ki. Kész! És akkor most itt csak tegyem le, szerinted ide? Igen. Tő. Dávid, van lapiszod? Hát, nincsen lapisom. Hát akkor még nem fogsz vele semmit kezdeni. Hát jó, de egyelőre még ennyit tudok vele csinálni. Nézd, erre?
Fú. De nézd már végig, mert én megmondanám, mi mire jó. Nem. Nagyon jók. Tök szar. Na, de még azt is mondtam amúgy, hogy átmegyünk a Netherbe és kijövünk egy tök másik helyen. Ez nem igaz. Mit? Ez miért lenne így? Mit nem igaz? Ez mondom, hát átmegyünk a Netherbe, ott megépítünk még egy Nether kaput jó messze, és ott meg kijövünk. Igen, mert ami a valódi világ, ami ott a Netherbe egy blokk, az a valódi világban 8. Ezen izéltem össze magammal, hogy akkor 8 vagy? Tudom. Nem tudtam. Úgyhogy veszünk még egy kis obszidiántot. Pontosan ne. De rá tudok itt csapni a lót? Ő te! Na! Most tornincs. Hus. Ja. Nem, most azért nem bántott. Én itt végignéztem az egészet, és azt mondták, hogy itt van valahol egy boszorkány tanya. De nem volt. Pedig végignéztem. Igen, igen, igen. És mondták, hogy itt van egy boszorkány tanya. Én végignéztem, és nem láttam. Igen, de azt már megnéztük. Nem emlékszel? Hú, ezt az ender... Én arra emlékszem, hogy nagyon-nagyon messzire mentünk. Én arra emlékszem, hogy nagyon-nagyon messzire mentünk. Igen. Hopp. Hú, de megindult át a hapsikem. Gyorsan ütögesed, mert akkor nem tud közeljön hozzá. És akkor az... Na jó, tudod mit csinálok veled, te faszopó? Na mi van? És akkor mi van? Nem, hogy hallod, hogy még... Hogy jön. Hallom, hogy jön. Jó, mert én ugye nem. Na most mi van? Mi? Na most mi van? Na gyere. De tudod, hogy lehet megölni úgy az endőrmet, hogy nem közelről? Na, távolról? Nyilal nem tudod eltalálni. Nem. De bizonyosan ilyen dobható boti, ami... Most elment? Igen. Most biztos ellopja a cuccaimat. De most chestet elvileg nem tud lopni. Tehát nincs, hogy az ellopja a chestet is, akkor... Balesésre. Na vég. Nézd meg! Hoztál egy gravelt? De figyeld, most már félsz tőlem, mi? Az anyád kis késit, pedig kellene az enderpearl-ed. Hát, pont. Pont odaadta. És az nekem tökre kell. De persze csak így hopp. De megnézted azt a templomot? Igen, azt a templomot átnéztem. Én csak arra emlékszem, hogy nagyon-nagyon-nagyon messzire mentünk. És igen, de hogy amikor arra volt, amerre elmentünk, és szerinted pont nem néztem volna meg azt a templomot amúgy? Igen. Fejezd be. No, ezt most még itt kiszedjük. És utána elmegyünk megnézni, hogy mi van abban a... mi a franc. Na, elmegyünk a Netherbe, és elmegyünk messzire, és ott följövünk. David, jó tanács, vigyél blokkot. Jó, köszönöm szépen. Meg amúgy mondtad, hogy ez a magma blokk harap. Mire googoltál rajta, akkor nem. Jó, azt is már rájöttem. Milyen, egy blokkos láva volt itten. Nem nagyon érdekelte, hány kell? 1, 2, 3, 4, 5... 10. Ja. Múltkor beszoptam azt, hogy 8 kell hozzá. Istenem, ezt a hülyeséget. A hülye zsegon mondta. Hülye. 8 kell hozzá, azt mondta. 8, 8 kell hozzá, mondta, 8 kell hozzá. De 8 kell, két oldal. Igen, és akkor én mondtam, hogy jó, ez így játszik, hogy most 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Hát, hogy nem egy blokk. Egy blokk, nem tudom, hogy nem tudom. Ez mindig problémám volt. Ez kicsit számolni, ez itt, tízet. Hol van? Nyolc. Mi? Mi? Az vissza. Elnék, nem is megyek el a Netherbe. Tessék, nem érzékesé. Kilenc, és akkor most az utolsó. Igen. Hú, ez majdnem beleesett. Szevasz, pöci, te is megjöttél. Neked ilyen mágneses energiában is fogsz pontot. De most itt élet, nem? Ugord át! Pont nem jött össze. Oly Istenem, hogy megint minden tele van. Igen, itt még ezek kifortak. Istenem, láttam a szék. Mi kell még? Ez se Gránit kell. Nem. Ezeket ki kéne sütőketni. Gránit. Van maradt kemény egy darabosod, úgyhogy. Az se kell. Kelleni fog Endorai. Az se kell. Így. Oké, kicsit itten elhelyezgetem itt a cuccokat. Jóságosan. Na, így. Így. String, az is a francnak. És beteszem. Ma van annyi stringem. Jó, a kajákat is egy helyre rakom. Baltal, soha nem tudhatjuk, mikor csákányt kell. Csákányt is rak be, a vascsákányt, hogy... Csákány, hát az itt van. De azt használod a gyémánt helyett. Jó. Az itt van, és akkor... Pajzsot majd veszem, de még nem most. Jó, nem így. Most. Jó, ez most már így szexin néz ki. És akkor még a kaja itt kisül. 3, 2... Na, másik van David is. Hol van a kutyám? Őt ott leültetted benn. Hol? Ezt benn leültettem a Glowstone-ra? Igen? Igen. Most majd felszítem, hogyha miért utatja kérdem. Én is felejtettem. Na jó, másik akkor menjünk. A Cobblestone-ok süldögélnek. Ja. Jaj, mit csinálsz te itten, fiam? Kábel. Fiam fatya. Mindjárt megkötök ki. És akkor irány a Nether ismételten csak. Ja!
Ja! Mekkora királyság. No, pöci, te itt ne rosszalkodj, látod, nincs itt. Hová lett a izé? Narancs. Narancs eltűnt. Nálam van, igen. Meg a Flint and Steel is. Átmegyünk, és nézd meg, milyen fasz a helyre dobott. Vagy láttad? Jújj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 
előre nem kell. Tehát, hogy legyen mondjuk ez. Meg a lasszó az minek oda? Mert a lasszó az úgy volt nálam, hogy tudod a ló majd, hogyha megyek. Igen, visszafelé. Igen, de blokkot szerintem inkább tett ki. Jó, tessék. És akkor mennyire menjünk el? Nagyon? És az égtájak azok maradnak ugyanott? Amúgy. Hát forog. Na jó, de hogyha mondjuk arra megyek. Dávid, nézd. Az iránytű, szóval megfogod az iránytűt, akkor az elkezd pörögni. De az iránytű az engem nem érdekel, mert az iránytű az nem a spawn felé mutat amúgy. Nem, én úgy tudom, hogy észak felé mutat, de valahogy szerinted nem tudom. Régen úgy volt, hogy az nem az északot mutatta meg, hanem a spawn pointot. De ezt már lehet, hogy megváltoztatták amúgy. Nem tudom, ezt nem nagyon követtem. Videót majd meg fogod ölni. Biztos, hogy meg fogom ölni, hogyha nem döglöm meg a harcba. És vele a kudarcba. Vagy de valami ilyesmi. Igazán kell egy gyémántkard, vaspáncél, uh-huh. Meg előpoti. Aha. És ha egy kis helyen beszorít, akkor simán le lehet győzni. Igen? Uh-huh. De én nem akarom beszorítani. Amúgy legyőztük, csak nagyon sok gyémánt cucc kell hozzá amúgy. Meg így, meg minden lószar. De amúgy. Kivel győzted le? Kittivel az egyik Survivorbe. Jó, föl kell enchantolni a cuccokat. De nem kell gyémánt cuccok. Ki a világba? Ki? Nem, mi leszpannolt. Ez volt a játékban az egyik izé. És tök könnyű volt megölni. Vagy legalábbis inkább hosszú időbe telt megölni, mint sem nehéz volt lett volna. Hopp, viszont azért fákjázni is kéne, hogy azért mégiscsak tudjam, hogy merre vagyok. De nem úgy van, hogyha a valódi világban van egy nether portál, és tépteszel másokat, akkor ugyanoda fog visszavinni? Nem, mert hogyha most elmegyek messzire, és ide is építek egy nether portált, akkor nem fog ahhoz a nether portálhoz visszavinni. De. Igen. Ha már ebben a világban, vagy nem tudom. Nem, hát ez a lényege a nethernek, akkor nem lenne semmi értelme, az elmész 8 blokkot, és visszajössz. Jó, szerintem most már eleget mentünk, nem? Eleget mentünk? Igen. Jó. Tudj. És akkor ide megcsináljuk a szexit. Így, tudj. És mi az Isten ez? Repülő. Ez repülő. Szar repülő. Kiütjük. És akkor itt van ez a szexi nether portál, amit itten szépen így jelzünk, hogy mindenki tudja, hogy ez itt van. És puf! Dávid, be fogsz menni a tűzbe. Nem fogok belemenni a tűzbe, nem fogok belemenni a tűzbe. Na nézzük, hová megyünk. Júj, de izgalmas. Aha. Akkor mégsem. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt az epizódot, hogyha szeretném mi hamarabb folytatást a Super 30-nak, akkor nyomjál erre a videóra egy lájkot, iratkozzál föl, lesz meg a leírást, ugyanis ott van, ahol ilyen menő zsidós cuccokat tudsz beszerezni, az Instagram oldalam, az Askefem oldalam, a Facebook oldalam, és mi egymás még ott is van mellette. Én Zsida voltam, itt volt elem a picinke kisöcsém. Sziasztok! Sziasztok!